Rendkívüli testületi ülést tartottak Moson-Magyaróvár képviselői október 12-én. Az első és legfontosabb napirendi pont a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata volt. 2023. január 1-től 16 év után megnőtt az építményadó. Garázs, lakás és minden más adóköteles építmény esetén egységesen 1000 forint per négyzetméter per évre. Mentességet Moson-Magyaróváron csak az egy ingatlannal rendelkező adózó kapott. Mivel a város helyi adó bevétele a várakozásokon felül teljesített az év eddigi részében, így az önkormányzat úgy döntött, hogy kibővíti az építményadóban adható mentességek körét. Ezúttal a moson-magyaróvári ingatlan tulajdonosoknak kedveznek egy könnyen ellenőrizhető mentességgel. A jelenlegi egy a tulajdonos által lakott lakáson kívül további lakásokat is mentesítene, ha abba a tulajdonos, annak a tulajdonosnak, aki egyébként moson-magyaróvári lakos, közeli hozzátartozó, életvitelszerűen él. Ugye itt két dolgot kell majd ellenőrizni, egyik, hogy lakcímre ugye valóban közeli hozzátartozó van-e bejelentve, másrészt az életvitel szerinti tartózkodást, amit azért az adóhatóság most is rendszeresen ellenőriz. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez egy könnyenben fogható és ellenőrizhető dolog. Az előterjesztés körül azonban vita alakult ki a képviselők között. Szabó Miklós elmondta, amennyiben egy lakásról lenne szó, akkor támogatnák az előterjesztést, azonban a moson-magyaróvári polgári kerekasztal véleménye szerint a módosítással a gazdagokat mentesítik az adózás alól. Mint a képviselő fogalmazott, könnyen előfordulhat, hogy akinek több lakása is van, azokba bejelenti a családtagjait, így pedig mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Tavaly decemberben agyonvágtuk gyakorlatilag Moson-Magyaróvár lakosságát, illetve agyonvágták, bocsánat, mert önök szavazták meg, a 330%-os adóemelést a garázsokra, építményekre. Gyakorlatilag most pedig a gazdagoknak kedvezünk, akik tehetősebbek, akiknek több lakása van, kiadja bérbe, bejelent oda valakit, és már is adómentes gyakorlatilag a rokonságból bejelent valakit, már is adómentessé válik ez az ingatlan. Szintén a moson-magyaróvári polgári kerekasztal képviselője Vida István véleményében azt fogalmazta meg, hogy mentességet a garázs tulajdonosoknak kellett volna kapniuk. Javaslatom lett volna, vagy inkább ha már az észszerűség mentén indulunk el, ez a garázs, amit a bizottsági ülésen szóba hoztam. Ez váltotta ki ugyanis a Moson-Magyaróvár körében talán a legnagyobb ellenkezést, főleg ha valaki a saját ingatlanán épített garázsa után is adót fizet. Tehát ha már kedvezményeket szeretnénk adni, akkor szerintem észszerűbb lett volna az egy garázsra megadni, nem az kettő plusz egyedik lakásra. Árvi István válaszában elmondta, a cél az, hogy a mentességgel ne albérletbe adják a lakásokat, hanem a családtagoknak, ezzel akár a fiatalabb generációknak kedvezve, akik visszatérnek Moson-Magyaróvárra és itt telepednek le. Mint a polgármester fogalmazott, akik albérletbe adják a lakásokat, azoknak továbbra is fizetniük kell az 1000 forint per négyzetméter per éves építményadót. A terv az, hogy a továbbiakban a mentességet kibővítsék majd a garázsokra is. A napirendi pontot aztán név szerinti szavazás során 9 igen és 3 nemmel elfogadta a képviselőtestület.